mágneses mező szemléltetése, a kísérlethez használt eszközök egy üveglap, mágnesrúd és vasreszelék. A kísérlet menete, hogy az üveglap alá helyezem a mágnesrúdat, ahogy már el is volt helyezve, és az üveglap fölé pedig vasreszeléket szórok. És akkor nézzük, hogy... Ugye a mágnesrúd körül egy mágneses mező van, ez a mágneses mező erre a vasreszelékre vonzó hatást gyakorol, és ugye azt lehet látni, hogy a mágnesrúd két pólusán, ugye erősebb a mágneses mező, és ahogy a két pólustól ugye befelé haladok, úgy gyengül a mágneses mező, a vasreszelékek elrendeződése is ezt támasztja alá. A továbbiakban pedig megnézzük, hogy az ellentétes, illetve az azonos pólusok milyen hatást is fejtenek ki egymással. Most az egyik rúdmágnes piros végéhez a fekete részt közelítem, ugye azt tapasztalom, hogy vonzotta, tehát az ellentétes pólusok vonzák egymást, és ha azonos pólus próbálok, akkor pedig egy taszítás látható, tehát megállapítható, az azonos pólusok pedig taszítják egymást.